lássátok, ha megérkeztünk a Népligetre. Ez az utolsó állomás, ami felújításba érintett madad. És el lesz zárva, hát látjátok, szintén ez a két szélső pedon. Az előbb épp kiállt a forgalomban egy panda, és a túloldalt látjátok a CLT TV-t, amin a kamera képét lehet látni. Az valószínűleg nem fog megmaradni. És itt is vannak ezek a nemfogó lépcsők, azokat is mindjárt megnézzük. És akkor szintén ezek a régi székek. Ahogy a legtöbb állomásonékért, ugyanilyen van a határúton is. Ugyanez a fajta. És ugyanez a színű. Egyébként ez az állomás még arról is különleges, ugye, hogy a kontrollban legelőször itt szálltak fel a metróra. És itt ment túl Bélabá az állomáson. Na mindjárt bejönnek a másik metró. De itt már azért a valóságban ez már nem történik meg, hogy túlszaladnak az állomások. Itt van a feljáró, de ezt majd később nézzük meg, most már el kell menjek a következővel. És akkor megérkeztünk a Népligeti megállónak a másik oldalához. És most megint pont erre volt dolgom, úgyhogy most meg tudok nézni nektek ezt, és itt van a forgalomjelentés. És szintén van itt egy CRT monitor, meg egy visszajelző. Még a régi módja, amelyik azt jelzi, hogy mikor ment el az előző metró, és nem azt, hogy mikor jön a következő. Az régen egyébként ilyen volt a kettes téma mindenhol. Aztán később módosították arra, amik már visszafele számol. És akkor annyian meg kinézünk a felszíne is. Na, itt is van egy pár retró szék. Valószínűleg ezek sem fognak megmaradni. A Népligeti helyből csak egy kiállata van. Pelononként csak egy. Másik oldalt nincs kiállat, csak itt lehet elhagyni. És még a régi tájékoztatótáblák, és akkor itt van ez az egy lépcső van, ahol el lehet hagyni a megállót. Másik oldalt szintén van egy ugyanilyen. És itt van egy közös bejárata az aluljárónál. Aztán majd megnézzük a felszínt, és akkor majd ott is mesélek egy-két dolgot. Látjátok, így néz ki a bejárat. Az aluljáróba itt lehet lenni, hát ez lesz majd lezárva. És akkor ezt nézzétek, itt van maga a járat. És akkor mindjárt szétnézzünk a felszínen. Bár ott valószínűleg nem fog most még semmi változni. Legalábbis a felújítás elején biztos, hogy csak itt magát a megállót zárják le. És akkor látjátok, itt vagyunk most már a felszínen. Az átszállási kapcsolat a Népligetnél is megvan. Ott szemben van az egyes villamos megállója, amire át lehet szállni. Itt pedig a buszpályaudvar, ahonnan a távolsági buszok mennek. Azt pedig, ha jól látom, egyik a busz, azt mindjárt megnézem közelebbről is. És egyébként ez ennyi lenne ez maga az állomás bemutatója. Nagy a forgalom, meg az alapza is, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fog hallatszódni. Viszont itt jön egyik a busz. És ilyen nem csak volánbuszok mennek innen, hanem magánbusszársak, és ilyen Flixbusz is, láthatok a logóját, az is innen indul. Hát szemben meg ott van a Fradi pálya, az Ufama stadion. Ott pedig pont jön egy egyes villamos.
felszínen gyakorlatilag akkor ennyi. Magát a mutatója. És a felszínen sem valószínű, hogy bármi is változni fog. Annak, hogy már csak a nagyvárat tér van hátra, úgyis arra megyek, akkor még ott leszállok és azt itt. És körre mutogatom, bár az ott a felújítás az nem fogja érinteni most még, csak annyiba, hogy végállomás lesz átmenőből. De ott nem fog módosulni semmi. És látjátok, ez már a BKK tájékoztatója, ez biztos, hogy meg fog adni. Szintén ez se érinti a metrófelújítás.